Ettől a héttől elérhetőek az influenza elleni védőoltások az országban. Ónodi Szűz Zoltán egészségügyért felelős államtitkár keddi sajtótájékoztatóján elmondta, minden év januárjában kezdődik el az influenza szezon Magyarországon. Hangsúlyozta, azért is fontos, hogy már októberben megtörténjen az oltás beadása, mert a védettség kialakulásához körülbelül 2 hétre van szükség. Ebben a szezonban, tehát 17-18-as szezonban 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre térítésmentesen, és 60 év felettiek kaphatják meg alapvetően, és egyéb csoportok is alapvetően azok, akik egyébként szociálisan érintettek, illetve azok, akiknek a munkájukból fogadóan magasabbak a rizikofaktoraik. Azt szeretném kihívni a figyelmet, hogy akik egyébként nem tudják megkapni térítésmentesen, azok számára és a patikákban elérhető különböző gyártó, különböző terméke, azonban ez nem a reklám helye, és nem fog mondani sem terméket, sem gyártót. Én azt szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre. Szeretném, hogyha ez mind el tudna fogni. Ami igazán veszélyessé teszi az influenzát, az az, hogy a vírus képes évről évre változni. Így immunrendszerünknek újra és újra meg kell birkóznia vele. A vírus ráadásul igen fertőzőképes és gyorsan terjed a szervezetbe. Szinte minden hely foglalt ebben a nyíregyházi orvosi rendelőben. Sokan már az influenza elleni védőoltás beadásáért érkeztek. Hogy ne kapjuk el télen a fertőzést, a betegséget, én legalábbis ezt tapasztalom magamon, hogy azóta én nem szoktam beteg lenni, azelőtt nagyon sokat köhögtem tavasszal, ilyen krónikussá vált nálam, és azóta nincsen ilyen problémám, mióta szedem. Az influenza vírus bárki elkaphatja, függetlenül az életkortól, nemtől. Szövődmények is előfordulhatnak bárkinél. A megbetegedések szempontjából a gyermekek és a kórházi ápolást igénylők, szövődmények szempontjából pedig a krónikus betegségben szenvedők, aszmások, elhízottak, cukorbetegek, a legveszélyesebb csoportba pedig a várandós kismamákat soroljuk. Azt tudni kell, hogy az influenza általában nem súlyos szövődményekkel járó megbetegedés, de bizonyos kockázati tényezőknél, életkorhoz kötötten nagyon súlyos szövődmények alakulhatnak ki. Sajnos láttuk az elmúlt években, hogy akár halálesetek is történtek. Ezeket lehetőség szerint próbáljuk megelőzni. Elégséges vakcinál, biztos vagyok benne, országos szinten 1.300.000 vakcináról tudok. Én biztos vagyok benne, hogy ez az oltottak nagy részét le tudná fedni. Jobb lenne, ha még több kerülne beadásra, mert legjobb tudomásom szerint tavaly évben sajnos majdnem fele beadatlan lett ezeknek az oltóanyagoknak. Idén is bárki kérheti az influenza elleni oltást. Térítésmentesen védőoltásra azok jogosultak, akik 60 évesnél idősebbek, továbbá az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők.